Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerdán nem csak az USA elnökével, hanem találkozik Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel is. Oroszország úgy döntött, hogy kilép a Barents Euró sarkvidéki tanácsból, és a csecsen vezetőnek, Ramzan Kadirovnak nem tudni tegnap óta a hollétéről. Jó reggelt kívánunk, Perisi Tamás kollégám, Maria Zavaros Eszter vagyok, ez pedig már a napindító, és ezeket a kérdéseket fogjuk majd boncolgatni Horváth József biztonságpolitikai szakértővel. Aztán terítéken a migráció kérdésköre is itt nálunk a napindítóban. Jön hozzánk Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. És egy ukrán katonatiszt elismerte, hogy hatalmas személyi veszteségeik vannak a fronton. Erről kérdezzük majd Unda Györgyöt Kárpátaljáról. De még mindezek előtt elmondja a legfrissebbeket az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban külpolitikai szerkesztőnk Tóth Gábor. Jöjjön háborús összeállításunk. Súlyos támadás érte a Szakadár vezetés központját, sűrű füstfelhő borítja Donyecket. Rakéta zuhant a Donyecki népköztársaság vezetőjének hivatali épületére. Az ukránok azt állítják, hogy végeztek az egy elit dandár parancsnokával. Folytatódik a vérfürdő a Bahmut közelében található településeken. Az ukrán hadsereg felvételein Kijev szerint az látható, ahogy Andriivka külterületein harcolnak az oroszokkal. Ukrajna állítása szerint a falut már a múlt héten visszafoglalták a föderációtól. Moszkva azonban közölte, a település továbbra is az ő fennhatóságuk alatt áll. Eközben Donyeckben a helyi kormányzat épületét érte ukrán tüzérségi támadás. A csapás miatt tűz ütött ki a városban. Az ukrán tüzérség támadásának következtében Donyec központjában polgári objektumok semmisültek meg. A hírek szerint senki sem halt vagy sebesült meg, mondta az orosz irányítás alatt álló donyecki területek vezetője. Bulgáriában pedig egy drón maradványaira bukkantak a tengerparton. Az eszközön robbanószer is volt. Már több esetben találtak drónok és lőszerek maradványait Romániában, és semmi okunk rá, hogy azt feltételezzük, hogy ez a háború elkerül majd minket. Igen, Bulgáriában is veszélyt jelent a konfliktus, mondta a bulgár védelmi miniszter. Szófia végül a drón és a rászerelt robbanóanyag megsemmisítése mellett döntött, biztonsági okokból. Kim Jong-un pedig oroszországi látogatása végéhez ért. Észak-Korea vezetője számos ajándékkal utazott haza. Moszkvától szörmesapkát, testpáncélt és még drónokat is kapott. Az ázsiai diktátor látogatásának utolsó napján az orosz védelmi miniszter Szergej Sojgu búcsúztatta Kim Jong-unt. És már itt is van Tóth Gábor külpolitikai szerkesztőnk. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a nézőket! Szervusz Gábor, jó reggelt kívánok! Több hete megy már az ukrán ellentámadás, sőt több hónapja. Most már az utóbbi időben egyre több sikerről számolnak be, legalábbis az ukránok. Mennyi területet foglaltak vissza? Gyaníthatóan nem sokat. Hallhattunk az összefoglalóban arról, hogy Andriivka külvárosában dúlnak a harcok, csak hogy Andriivka elfoglalását egyszer már bejelentette az ukrán védelmi miniszter helyettes, Hanna Maljar. Érdekesség, hogy a politikust azonnal a saját katonái utasították rendre, és a harmadik rohamdandár fegyveresei hivatalos Telegram csatornájukon azt írták, hogy ezzel az elhamarkodott nyilatkozattal a harcoló katonák életét veszélyeztette a politikus. Csak hogy képbe legyünk egyébként, hogy ez az elfoglalt Andriivka település mekkora településről van szó. Hát korántsem városról, a 2001-es népszámlálás adatai szerint 74 ember lakta, 2014-ben pedig mindössze 59-en, most pedig garantáltan elnéptelenedett. Volodymyr Zelenszkij pedig Kliscsiivka bevételéről adott hírt, gratulálva a katonáknak. Ezen a településen az ugyancsak 2001-ben végzett népszámlálás adatai szerint 512-en laktak, de minden bizonnyal ez a település is szellemfaluvá vagy romfaluvá változott. Ez a területi nyeresége tehát az ukrán ellentámadásnak a napokban, de hogy hány katona életével fizettek ezért, azt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni. Oly sok halál, oly kevésért. Ezt már Elon Musk, amerikai nagyvállalkozó, a Tesla, a SpaceX, a Starlink tulajdonosa közölte, az ugyancsak az ő tulajdonában, birtokában lévő X közösségi portálon. Egy bejegyzésre válaszolt ezzel, amiben a posztoló David Zucks
amerikai befektető, internetes tőkebefektető, nagyvállalkozó egy térképpel szemléltette, hogy mekkora területet foglaltak vissza az ukránok. Hát nem sokat. Apró karikákkal jelezte, hogy hol dúlnak az intenzív harcok. Piros-sárga csíkos az a rész, ami már a háború előtt orosz kézen volt. Piros terület az, amit az oroszok a háború óta szereztek meg, és még mindig az ellenőrzésük alatt van. Világos kék az a rész, nagyon apró foltok ott a front mellett, amit az ukránok az ellentámadás során visszafoglaltak, illetve kék csíkos az a terület, ahol intenzív ukrán partizán tevékenység történik. Ez Melitopol környékét jelenti. Valóban nem nagyon átütő az ukrán hadsereg eredménye, az elfoglalt terület nagyságát tekintve. Elon Musk egyébként többször is vitába keveredett már az ukrán vezetéssel, hosszú a listája a vitás ügyeknek és a pengeváltásoknak. Legutóbb az okozott felhorkanást Kijevben, hogy kiderült, kikapcsolta a Starlink műholdas helymeghatározó rendszert a Krím-félsziget felett, hogy az ukránok ne tudják drónokkal támadni a szevasztopoli orosz flottabázist. Hangsúlyozta, hogy neki amerikai állampolgárként csak Amerika védelmére kell koncentrálnia, csak Amerika védelme a kötelessége, neki nem kötelező védelmezni a Ukrajnát, és attól tartott, hogy atomháború lehet abból, hogyha az ukránok Szevasztopolt támadják. Dmitri Medvegyev akkor, ez pár napja történt, azt mondta, hogy Elon Musk az utolsó férfi a gendersemleges Amerikában, akinek golyói vannak. Timothy Snyder azonban, a Yale Egyetem történész professzora, azt közölte, hogy Musk belesétált Putyin csapdájába, mivel csak blöffölt az orosz elnök, hogy beveti az atomfegyvereket, hogyha Szevasztopolt támadnak. Elon Musk egyébként már kiesett a mainstream média és politika kegyeiből, például azzal, hogy visszaállította a szólásszabadságot az X platformon. A napokban egyébként összeszólalkozott az amerikai rágalmazás ellenes ligával is, amelynek bírálói szerint ez a szervezet legalább annyit rágalmaz, mint amennyit harcol a rágalmazások ellen. Nem mellesleg hirdetői bojkottot szervez az X ellen. És Elon Musk most a napokban Soros Györgyről is ismét írt. Azt írta, hogy a Soros szervezetek a nyugat elpusztításán dolgoznak. Ezzel utalt arra, hogy Olaszországban özönlenek a migránsok, és Lampedusa szigetét valósággal lerohanták a migránsok. Visszatérve a frontvonalra és Zelenszkijre, az első világháború elevenedik meg a szemünk láttára drónokkal kiegészítve, közölte az ukrán elnök még Kijevben a CBS amerikai televízió a 60 Minutes műsorában. Az időközben az ENSZ közgyűlésére elutazott és már New Yorkban tartózkodó Zelenszkij még Kijevben adott interjút és üzenetet küldött az amerikai politikusoknak és az amerikai közvéleménynek. Ebben Zelenszkij leszögezte: az oroszok választották meg, majd újra választották Putyint, akiből egy második Hitler lett. Ha Ukrajna elbukik, Putyin biztosan tovább megy. Mit kezd majd az Egyesült Államok, ha eléri a balti államokat és a lengyel határt? Beszélt arról is, hogy nagyon hálásak a rengeteg pénzért és fegyverért, amit kapnak, és mindezért cserébe egyetlen egy módon tudnak fizetni. Így fogalmazott: az ukrán emberek életüket adják a hazájukért és a világért. Meghalunk, elfogyunk ebben a háborúban, mondta Zelenszkij arra utalva, hogy az ukránok emberéletben fizetnek a nyugati támogatásért. Az ukrán elnök szerint a nukleáris háború veszélyesen múlt el. Zelenszkij szerint Putyin csak arra vár, hogy az Egyesült Államok kevésbé legyen stabil, sok múlhat a 24-es választáson. A CBS szerint Zelenszkijt nagyon aggasztja annak lehetősége, hogy nem Joe Biden nyer, mert akkor országa kevesebb fegyvert és pénzt kap a tengeren túlra. Erre egyébként nem kis esély van, elnézve a regnáló elnök fizikai és mentális állapotát, illetve az ellene indított vizsgálatokat. És aki a legtöbbet teheti abban az ügyben, hogy megakadályozza Joe Biden újraválasztását, az nem más, mint Donald Trump, aki Ukrajna számára egy nagyon kiábrándító nyilatkozatot tett. Az NBC televíziónakban azt mondta, hogy Ukrajna vesztésre áll egy olyan háborúban, amelyet elkerülhetett volna, ha kezdetben beleegyezik egyes területek, köztük a Krím elvesztésébe. Őszintén szólva, így fogalmazott Trump, egy kisebb területről is megállapodhattak volna, mint amit Oroszország már elfoglalt, és senki sem halt volna meg, fogalmazott a volt elnök. Akinek valljuk be, nagyon komoly esélye van arra, hogy dacára minden lejárató kampánynak, minden jogi hercehurcának, esetleges tervezett választási csalásnak mégis újra az Egyesült Államok elnöke legyen.
Üdvözlöm a stúdióban Horváth József, biztonságpolitikai szakértőt, és kérdezem gyorsan, mennyire kell komolyan venni Donald Trump szavait? Jó reggelt kívánok! Én azt gondolom, hogy illő komolysággal kell kezelnünk azt, amit Donald Trump volt amerikai elnök mond, tekintettel arra, hogy azért a elnöksége alatt olyan külpolitikai eredményekért értek el, például az Ábrahám megállapodást, amire azért joggal lehet büszke az akkori elnöki adminisztráció és maga az elnök is. Illetve még egy dolog, hogy azért az Egyesült Államok az ő elnöksége idején nem folytatott háborút. Tehát ezek ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy mindenképpen olyan külpolitikai eredmények, amelyek feljogosítják az elnök választásban Donald Trumpot arra, hogy megmondja azt, hogy ő, ha mennyiben megválasztják, milyen lépéseket tenne, és ennek az előző elnöksége megfelelő hitelt is ad. Keresztül üheti minden akaratát, akkor is, hogyha mondjuk azért a háború kérdésében a republikánus párt sem egységes. Ez azért nagyon jó kérdés, és igazából borzasztóan nehéz kérdés, mert szerintem Donald Trump sok ok között, de alapvetően azért is vesztette el a második ciklusra folytatott választást, mert a adminisztrációnak egy részét nem uralta a kormány. Gondolok itt főként a külügyminisztériumra és a titkosszolgálatokra. Jól látható volt az, hogy mivel Donald Trump nem a politikának a világából érkezett, hanem az üzleti szférából, és nem volt fölkészülve a washingtoni háttéralkukra, hátsó szobákban folyó megállapodásokra, ezért aztán nem is érezte azt, hogy mennyire fontos az, hogy az adminisztrációt uralni kell, és hogyha nem uralja az adminisztrációt, akkor az szembefordul vele, hiszen láttuk, hogy titkosszolgálatok estek egymásnak, titkosszolgálati információk alapján támadták az elnököt, illetve a külügyminisztérium gyakorlatilag önálló politikát folytatott. Donald Trump tényleg nem tudta lecsapolni a mocsarat, és az adminisztráció nagy része szabotálta a munkáját, és a Kulturkampf ugye tovább folytatódott, a lázítás, a BLM, az LMBTQ mozgalom, de most, ha újra választanák Trumpot, akkor már nem lesz zsarolható, mert ugye harmadszorra nem lehet elnök. Ez azt jelenti, hogy sokkal szabadabb kezet fog kapni az amerikai belpolitikában? Mindenképpen is erre egyébként utal is az elnök, amikor azt mondja, hogy Amerikának a szakadék szélén kell döntenie gyakorlatilag, hogy ez az ország megszűnik-e ilyenfajta szabad nagyhatalomnak lenni, és elkezd egy olyanfajta válságba sodródni, amiből már alig ha van kiút. Tehát én azt látom, hogy Donald Trump komolyan gondolja azt, amit mond, és azt az Amerikát, amit megteremtettek, és ami a világ első számú vezetőjévé vált, ő ezt szeretné visszaállítani. Hogyha megnézzük a demokratákat, és ugye Joe Bidennel kapcsolatban is még számos kérdés van az elnök választást illetően. A demokrata pártban lehet-e bármi nemű fordulat a háború kérdésében, akár akkor, ha mondjuk nem Joe Biden lesz végül az elnök jelölt, illetve egyáltalán jönnek a választások, addig megfigyelhető-e az, hogy egy picit visszavesznek, amire talán voltak már utalójelek eddig is? Valóban így van, én is azt gondolom, hogy a következő hónapokban apró lépésekkel, de egyfajta irányváltást kell végrehajtani a jelenlegi kormányzatnak. Pontosan azért, mert az eddigi felmérések azt mutatják, hogy az amerikai lakosság kezd elfordulni ettől a háborútól, csökken a támogatottsága, sokkal inkább a saját mindennapi, hétköznapi életük biztonságát, anyagi biztonságát, nyugalmát szeretnék az amerikaiak visszakapni. Másrésztről én azt gondolom, hogy legalább ilyen nehéz kérdés lesz Joe Biden indítása, hiszen egyre másra látjuk azokat a felvételeket, amelyek azt bizonyítják, hogy az elnök a korából adódóan és az egészségügyi állapotából adódóan alig ha lesz képes azzal az intenzitással a következő 4 évet végigvinni, hiszen most is a sajtóhírek szerint regnálása alatt közel 40%-át az időnek a szabadságon töltötte. Tehát nem bírja egyszerűen fizikailag is egy világ első számú hatalma vezetőjének a nap 24 órájában az év 365 napján és 4 évig folyamatosan a toppon kell lennie, márpedig az szabad szemmel is jól látható, hogy Joe Biden erre már nem képes, és a korrupciós ügyek, amelyek egyre inkább szorongatják őt és családját, ebből a szempontból még inkább alássák azt, hogy sikerrel indulhassanak a választáson vele. Óriási csávában van akkor a demokrata párt, mert elfelejtettek fölépíteni egy
alternatívát Joe Biden mellett. Viszont megjelent Robert Kennedy Jr., akiről sokan azt mondják, hogy ő a demokrata Donald Trump, rendszerkritikus. Hozhat-e ő fordulatot a demokrata pártban, eltérítve a háborútól, ettől a neoliberális globalista programtól? Hát a Kennedy év mindenképpen az Egyesült Államokban az még, hogy úgy mondjam, egy húzó név, hiszen jó emlékekkel gondolnak vissza Kennedy családra, az elnökre, a testvérére és a Kennedy gyilkosságok kapcsán. Az amerikai társadalom azt gondolja, van egyfajta lelkifurdalás is, tehát ebből a szempontból mindenképpen, és abban önnek tökéletesen igaza van, hogy tekintett arra, hogy a demokraták sokáig azt gondolták, hogy Kamala Harris lesz majd a megváltó, aki időnként azt mondja, hogy indián, ázsiai, afroamerikai, mikor milyen kedve volt, de az elmúlt három év, vagy három és fél év azért bebizonyította, hogy ő messze nem rendelkezik azokkal a képességekkel, amit gondoltak róla, vagy amit beleszerettek volna látni. Nem véletlen, hogy őt is abszolút mértékben visszahúzták a nyilvánosság elől. Tehát az a fajta építkezés, ami abból indult ki, hogy majd Kamala Harris átveheti a következő ciklusban Biden elnök helyét, az dugába dőlt, és ezért valóban most egy időkényszer szorítja itt a elnökválasztás előtt a demokrata pártot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök találkozik majd Joe Bidennel is az Egyesült Államokban, illetve felszólal a szenátusban csütörtökön. Szükség van továbbra is pénzre, paripára meg fegyverre az ukránoknak. Nyilván ugye, ahogyan ön is említette, az Egyesült Államokból is most már kevesebb jön talán, mint eddig jött. Ez a mostani, ugye, ami az ENSZ közgyűléssel egybekötött körút, ez mire lehet jó Volodymyr Zelenszkynek? Hát a saját PR-jának az építésére mindenképpen, de azon túlmenően én, hogy jelentős eredményeket tudjon felmutatni, arra alig ha. Tekintettel arra, hogy amit az előbb is már elkezdtünk beszélgetni róla, hogy hogy közeledünk az elnök választás felé, egyre kevésbé látszik az, hogy az amerikai kormányzat még mélyebben szeretne ebbe a mocsárba Ukrajnában belegázolni, illetve én azt gondolom, hogy az amerikai katonai vezetés is pontosan látja azt, hogy amerikai Egyesült Államok hadserege nem engedheti meg azt, hogy úgy kiürítse a raktárait, mint amit tettek Európában. Hiszen közben azért ők árgus szemekkel figyelik Kínát. És azért ott ne felejtsük, hogy a hétvégén is volt, hogy kínai hadsereg repülőgépei kötelékekben sértik meg tudatosan Tajvan légterét. Tehát összességében én azt látom, hogy Zelenszky elnöknek a mostani útja az egy PR út lesz csekély eredményekkel. Zelenszky a reklámarca ennek a háborúnak, és Zelenszky az arca annak a hatalmi csoportosulásnak is Ukrajnában, amelyik a jelek szerint elkezdett riválisokat, potenciális riválisokat kiszorítani, most már nem csak a politikából, hanem a vezérkarból és a katonaságból is. Milyen hatalmi gócpont szerveződik Zelenszkyjel szemben, és hogy áll ez a küzdelem? Nem tudni azt, hogy egyébként, hogy szerveződik-e, vagy kívülről keresik azt, hogy adott esetben ki lehetne leváltani Zelenszky elnököt. Ebből a szempontból már hónapokkal ezelőtt felmerült a vezérkari főnök Zaluznyinak a neve. Őt mérték, és ki is szivárogtatták, hogy már jó negyed-fél évvel ezelőtt népszerűbb volt, mint Zelenszky elnök. És ezek a korrupciós ügyek azért most megtépázták Zelenszkynek a népszerűségét, hiszen a legfrissebb adatok szerint az emberek nagy része azt gondolja, hogy Zelenszky előtti korszak kevésbé volt korrupt, mint a mostani. Tehát azért ez egy háború időszakában nagyon szomorú eredmények, főleg akkor, hogyha, ahogy én is mondtam, hogy milyen súlyos veszteségeket szenved el az ukrán hadsereg, és ezzel, ha szembeállítjuk azt, hogy az ukrán elit az hogy menekíti ki a pénzét, hogy él aranyéletet, akár Kijevben, akár Nyugat-Európában, akkor azért nagyon éles kontraszt, tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy keresni kell a nyugati támogatóknak, tanácsadóknak, akik ott vannak Kijevben, azt a személyt, aki adott esetben beülhet az elnöki székbe, és hitelesebb lehet az emberek előtt. Ha nézzük Zelenszky személyét, mennyire felelő ezért a korrupcióért? Egyrészt talán, hogy benne van-e, vagy egyszerűen nem tud vele mit kezdeni, azok, amiket ugye ő tesz intézkedéseket, hogy akkor leváltja ezt, azt, azt, amit látunk folyamatosan, ez mennyire elég a nyugat számára, mert ez alapján, amit mond, ez már kevésnek tűnik. Valóban így van, hiszen ne felejtsük azt, hogy például a védelmi minisztert már egy néhány hónappal ezelőtt is bejelentette, hogy felmenti, majd utána mégis maradt a helyén. Akkor az derült ki, hogy a
hadsereg élelmiszer beszerzéseit háromszorosan árazzák túl. Most az derült ki, hogy háromszorosan árazták túl, és nem is megfelelő téli ruházatot vettek a katonáknak. Tehát úgy tűnik, hogy egy dolog állandó, ez a háromszoros túlárazás. Tehát a táplálkozási láncban akkor kapja mindenki a ráeső részt, hogyha ez a háromszoros szám, ez egy fixnek tekinthető. Másrésztről én azt látom, hogy annyira központosítva van a háború óta, és ez értelemszerű, hiszen egy háborúban álló országról beszélünk, az ukrán vezetés, hogy annak a kérdése, hogy Zelenszkij tud erről, vagy nem, ez, én azt látom, hogy ez kizárható, hogy ne tudjon róla. Azért az, hogy mi történt például a sorozó testületeknél, az ukrán katonai elhárításnak erről tétre helyre befutóra tudnia kellett. És az is mutatja, hogy tudott róla, és jelentett róla, hogy a vezetőit nem váltották le. Noha, hogyha most nézzük azt, hogy az összes szorozó testületnek a vezetőit azonnali hatállyal leváltották, és hogyha az elnök azt mondja, hogy hát engem miért nem tájékoztattatok, akkor értem szerint első a katonai elhárítás vezetése lett volna, akit tetemre hívnak, nem tették meg. Tehát ez is én azt gondolom, hogy egy árulkodó momentum. Mire számíthat Zelenszkij a jövőben, ha Washingtonban megszületik a döntés arról, hogy Zelenszkijt félreállítják és mást állítanak a helyére, akkor elköltözhet külföldre, vagy lezuhan a helikopter, amin utazik, vagy esetleg az oroszok szolid úton, módon kapnak egy GPS koordinátát, ahova elküldhetik a hiperszonikus rakétát, vagy megtartják ilyen reklámarcnak továbbra, és tehát mi lehet Zelenszkij sorsa? Ez mind a három, amit ön felvázolt, és a negyedik is belefér. Én azt gondolom, hogy a sárgalapot már felmutatták az elmúlt két hétben Zelenszkij számára, és ezt nyugatról, hiszen akkor, amikor bemutatták azt, hogy az anyósa nevére vásároltak 5 millióért Egyiptomban egy villát, akkor az nyilvánvaló, hogy nem a jóképességű egyiptomi oknyomozó újságírónak a munkája volt, hanem ez egy külföldi, jórészt nyugati titkosszolgálati művelet volt, amivel mint egy megfenyítették, hogy hát mi is látjuk azt, hogy mi történik körülötted, és ez ennek az információnak a nyilvánosságra hozatala és időzítése, én azt gondolom, hogy mindenképpen árulkodó, illetve hát az elmúlt napokban az is napvilágot látott, hogy állítólagosan rendelkezik brit állampolgársággal az elnök, tehát ha most tippelnem kéne, én azt gondolnám, hogy ő visszavonul majd valamelyik nyugat-európai vagy tengeren túli rezidenciájára. Az, hogy az oroszok utolérik-e, vagy akarják-e egyáltalán utolérni, az a háború folytatásától, vagy a béke mienségétől fog függeni. Igen, tehát hogyha mondjuk Zelenszkij megy, az egyértelmű, hogy utána akkor tűzszünet és béke jön, vagy csak annyi, hogy egy vezetőcsere történt Ukrajnában? Hát, ezt nem tudhatjuk, de a reménye, hogy egy tűzszünet és béketárgyalások elindulhatnak, az mindenképpen erősebb lehet. Hiszen Zelenszkij elnök olyan mélyen állt bele, akár Putyinba, akár az orosz vezetésbe, akár az orosz emberekbe, az orosz államba, hogy vele leülni, az egy meglehetősen kétes, hogy az oroszok ezt bármikor is elvállalnák, én azt gondolom. Nem véletlenül, hogy Putyin elnök azt mondja egyik nyilatkozatát, összerakjuk a másikkal, hogy hát most szóljanak az amerikaiak, hogyha komolyan gondolják ezeket a tárgyalásokat, és ő alapvetően úgy is készül, hogy ezre a tárgyalásra az Egyesült Államok illetékeseivel kell leülnie. Zelenszkij nem csak szerepelni fog az ENSZ-ben, de Joe Biden-nel is tárgyal, és feltehetően bejelentenek egy újabb amerikai csomagot, mint ahogy a németek is bejelentettek egyet. Milyen fegyverek lesznek konkrétan ebben a csomagban? A németek részéről ez még nem eldőlt. Tekintett arra, hogy itt alapvetően a Taurus rakétákról van szó, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekről, és a német kormánykoalícióból két párt támogatja, a harmadik nem. Tehát itt egy patthelyzet alakult ki ebből a szempontból, és nyilvánvaló, hogy Ukrajna számára a háború jelenlegi szakaszában ezek a precíziós nagyhatótávolságú rakéták felértékelődtek, tekintett arra, hogy ha a fronton láttuk azt, hogy szabad szemmel alig látható területekért áldozzák tízezrével a katonáikat, ugyanakkor a PR szempontjából fontosnak tűnik, hogy ezek a precíziós légicsapások, amit láttunk most, hogy éppen a Donetszki kormányzó hivatalát támadják, vagy Szevasztopolban két hajó súlyos sérüléseket szenved, ez a média számára tökéletes felvételek arra, hogy bemutassák azt, hogy lám mégis képes ilyen csapásokra az ukrán hadsereg. Amerikai részről én azt gondolom, hogy itt megint a rakéták fognak az etekemszek, amik felértékelődnek adott esetben. Kérdés az, hogy
az amerikai vezetés mekkora számban ad ezekből az eszközökből az ukránok számára, hiszen az, hogy néhány rakétát így elküldenek, vagy a Moszkva felé elküldenek drónokat, azok PR szempontjából jók, de katonai szempontból nem értékelhetőek. Mekkora a jelentősége jelen pillanatban az ENSZ-nek, az ENSZ közgyűlésének? Ugye jó platform arra, hogy ott találkozzon egymással gyakorlatilag mindenki, ugyanakkor pont amiatt, mert ugye a biztonsági tanács állandó tagjából sokszor nincsenek egy platformon azok, akik mind ott vannak és vétójoggal rendelkeznek, emiatt olyan nagyon súlyos döntést, például ami a háborút illetné, nem tudnak hozni. Ami most van jelen pillanatban az ENSZ-el kapcsolatban, az mennyire egy erős? A lehetőség az ENSZ közgyűlésén a tárgyalásokra az mindenképpen fennáll, hiszen, ahogy ön is említette, a meghatározó országok ott vannak, egyébként pedig a biztonsági tanácsban, akik ott ülnek, azok, hogy már mennyire befolyásolják a világpolitikát, az is egy kérdés, hiszen látható az is, hogy az ENSZ-nek a jelenlegi struktúrája az a második világháború után megállapított vagy kialakított struktúra, amit jó részt azért már felülírt az élet, a fejlődés. És kérdés az az, hogy ez most blokkolja az ENSZ-nek a hatékonyságát, vagy pedig az ENSZ eljut odáig, hogy képes legyen újraértékelni a saját belső szervezetét is, ami esetleg a hatékonyabbá teheti magát az ENSZ-nek a működését, fellépését, mert jelenleg én azt látom, hogy ebből a szempontból az ENSZ szerepe egyre inkább leértékelődik. A brazil elnökkel is tárgyalni fog Volodymyr Zelenszky az ENSZ-ben, hát sok szemrehányást tehet neki, ha jól tudom. Igen, és ugyanakkor az fontos dolog, hogy tekintettel arra, hogy egy BRICS országról beszélünk. Tehát a brazil elnök alkalmas lehet akár üzenetek küldésére, hogyha ez Zelenszky elnök kihasználja, hogy akár az oroszok, akár a kínaiak felé, hogy a ukrán vezetés valójában a nyílt színen elhangzó szavakon túlmenően mit gondol, hogy hogy lehet folytatni ezt a háborút, hiszen ha igaz az, amit a kiszivárogtatnak a ukrán vezérkar része, hogy egy elhúzódó 24-25-ig tartó háborúról beszélnek, onnantól kezdve viszont a tartalékaik, a nyugati támogatók és szponzoroknak a eltökéltségét, hogy következő egy-két évben hasonló szinten megmarad, az erősen kétséges. És amikor Zelenszky tárgyal ezekkel a politikai vezetőkkel, akkor a Kijevben megszokott kioktató, leszóló, arrogáns stílusban tárgyal velük, vagy van annyira jó politikus, hogy nem ezen a nyelven beszél? Hallhattuk pár nappal ezelőtt, amikor az ukrán elnöki tanácsadó lényegében leostobázta az indiaiakat és a kínaiakat, azt mondva, hogy ezekben az országokban nagyon alacsony intellektuális kapacitású emberek élnek. Mondta ezt a sikeres indiai Hold szonda misszió után egyébként. Tehát van annyira jó politikus Zelenszky, hogy tapintatosan tud tárgyalni? Van annyira jó színész, hogy mennyire jó politikus, arról vitatkozhatnánk itt órákat, de hogy ő el tud játszani egy ilyen szerepet, abban biztos vagyok. Nagyon fontos lehet Kína szerepe továbbra is, akár ugye ebben a konfliktusban, erről már volt szó korábban, és Mátán a hétvégén találkozott egymással Jake Sullivan, nemzetbiztonsági tanácsadó és vágyi kínai külügyminiszter is. Ennek mekkora a jelentőség? Ugye abban maradtak, hogy többet fognak egyeztetni a jövőben. Ennek nagyon nagy jelentősége van. Az orosz-ukrán háború kitörése óta, illetve a kínai-tájvani feszültség eszkalálódása óta felértékelődött a másodvonalbeli diplomácia, akár a titkosszolgálatit, akár most ön is, ahogy a helyettes vezetői szintű diplomácia. Én úgy gondolom, hogy egyrészt örönteli az, hogy egyáltalán megvannak ezek a csatornák. A nagyhatalmak, oroszok, kínaiak, Egyesült Államoknak vannak olyan vonalai, amelyek élnek, fölveszik a másik oldalon, és nem csapják le a telefont még a képletesen is. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy ha a szakértői szinten folynak ezek a tárgyalások, az arra is reményt adhat, hogy olyan előkészítési fázisba juthatnak adott esetben 4 szemközti, 6 szemközti, 8 szemközti beszélgetések, amit utána már előbb-utóbb mi is láthatunk, hogy elindulhatunk a béke irányába. Egyetlen percünk maradt, most utazott haza az orosz távol-keletről az észak-koreai vezető Kim Jong-un. Milyen üzletet köthetett Putyinnal? Részleteket nem tudunk ugyanis.
Igen, részleteket nem tudunk. Nyilvánvaló, én azt gondolom, hogy két dolog az oroszok részéről, hogy pótolják azokat a tüzérségi lövegeket és lőszert, amelyből pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ha nem is hiányuk van, de azt a fajta szintet fönntartani, amely a fronton a védekezéshez vagy egy támadáshoz szükséges, ez a fajta utánpótlás mindenképpen szükséges az ő számukra. Másrésztről pedig egyfajta üzenete is van annak, egyrészt Kína felé, hogy az oroszok is tudnak Észak-Koreával úgy tárgyalni, hogy az fontos legyen Észak-Koreának, hiszen ne felejtsük, hogy a világ egyik legerősebb hadseregével rendelkező országról beszélünk. Másrészt az oroszok, most én azt látom, hogy akár gabonával el tudják látni Észak-Koreát, hiszen ahogy felajánlott a Putyin elnök afrikai országnak, hogy akár ingyen is ad az éhezőknek. Látjuk azt, hogy Észak-Koreában súlyos ellátási gondok vannak, illetve ahogy amiket megtekintett Kim Jong-un a látogatása során, azok a stratégiai bombázók, illetve azok a precíziós fegyverrendszerek, amelyeket vagy ahhoz képest megfelelő tudást szeretné megszerezni Észak-Koreát, az ő szempontjukból pedig ez a fontos. Horváth József, köszönjük szépen ma is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Terítéken a migráció kérdésköre a továbbiakban, hiszen immáron 8 éves a műszaki határzára déli határon, illetve vasárnap Ursula von der Leyen, Európai Bizottsági elnök, valamint Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök Lampedusa járt a menekültábornál. Ezzel megyünk tehát tovább, érkezik hozzánk Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Maradjanak önök továbbra is. Vasárnap Lampedusán járt a menekültábornál Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke is. Meloni így fogalmazott, Európa jövője forog kockán, ez korszakos kihívás Európa számára, a migrációról volt szó. Természetesen mi is foglalkozunk itt a napindítóban ezzel a témával. Itt van már Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó reggelt kívánok! És ugye nagyon fontos az, hogy 8 éve már Magyarországon pont a migrációra adott válaszként is van műszaki határzár a déli határon Magyarországon. Így a 8 év távlatából mekkora a jelentőség ennek? 8 évvel ezelőtt, miután a magyar kormány megkérdezte a magyar embereket, hogy mi legyen, tehát folytatódjon-e az a tendencia, hogy 400 ezer ember így átgázol rajtunk néhány hónap leforgás alatt, egy növekvő trendet mutatva, avagy pedig állítsuk meg a illegális migrációt. A lakosság nagy többsége úgy döntött, 3,5 millió ember, hogy nem szeretné, ha az folytatódna, amit ott 2015-ben láttunk a keleti pályaudvarnál, meg sok más helyszínen is. Ezért aztán világos volt, hogy intézkedni kell. Az ekkora tömegű illegális migránst feltartóztatni csak műszaki akadályrendszerrel lehet. Ezt láthattuk a török-török határon, láthattuk a spanyol-marokkói határon és több más helyszínen is, bulgár-török határon is. Világos volt tehát, hogy műszaki akadályrendszer kell, és a műszaki akadályrendszeren túlmenőleg pedig rendőri erőkkel kell biztosítani az akadályrendszert, illetőleg egy olyan jogi határzárat kell megvalósítani, mert lehetővé teszi a jogellenesen érkezők visszairányítását. Ez megtörtént. A 8 évvel ezelőtt, mikor legelőször lezártuk a határt, ott Röszke alatt nagyon komoly csatornák voltak, ott a vasúti síneken tömegével érkeztek, akkor az érkező migránsok beleütköztek az új műszaki határzárba, több felbújtó, egyet-kettőt közülük el is ítéltek végrehajtható szabadságvesztésre, tulajdonképpen terrorcselekményt elkövetve fenyegette a magyar államot a behatolással. Ez aztán összetűzésbe torkolott Röszkén, ahol hát egy valóságos csata volt a rendőri erők és a áthatolni akaró, tömegesen érkező, erőszakosan fellépő illegális migránsok között. Ez sikert hozott, sikerült a magyar szuverenitást, a magyar belső biztonságot garantálni, viszont a nemzetközi vonatkozásban, elsősorban az Európai Unión belül, amelynek a migrációs politikája ezzel szöges ellentétet mutatott, és mutat ma is, folyamatos politikai támadások értek bennünket, számos kötelezettségszegési eljárás, büntetés és politikai pellengérre állítás állt a háttérbe. Emögött mindig a liberális neobolsevista erőknek a erőfeszítései, és hát a soros szervezeteknek a rendkívüli aktivitása volt
tapasztalható. Már azt mondjuk, hogy helyes döntést hozott a magyar kormányzat, ez 8 évvel ezelőtt, a magyar emberek jelenleg is támogatják a határellenőrzési rendszerünket nagy többségében, és úgy gondoljuk, hogy a magyar belbiztonság, a gazdaság fejlődése, a társadalom biztonsága nem lenne garantálható ennélkül. Lehet-e hasonló műszaki határzárat építeni, azzal védeni, mondjuk Lampedusa szigetét, ahol megfordult az Európai Bizottság elnöke is, aki ismét felvetette egyébként a kvóták kérdését, gondosan kerülve magát a szót, összeurópai megoldásként kínálva az európaiaknak. Lampedusa az egy más helyzet, mert ott kerítés nyilvánvalóan nem jöhet számításba, hiszen a tenger felől érkeznek egy pici szigetre, ahol hát lakosság számánál többszöröse tartózkodik már most is illegális bevándorlóból. 27 ezeren érkeztek, ez több mint duplája tavalyi odaérkezőknek. Azt látjuk, hogy az olasz társadalom ezt nagyon nehezen viseli, és az olasz kormány próbál erőfeszítéseket tenni. Az említett találkozó ott Lampedusa szigetén is azért került sor, mert az olasz miniszterelnöknő azt mondta a bizottság elnökének, hogy jöjjön oda, aztán nézze meg személyesen is, és megpróbálta meggyőzni arról, hogy az nem megoldás, hogy befogadunk minden érkezőt, aztán megpróbáljuk szétosztani az európai tagállamok között, hanem ellenőrzést kell bevezetni, szigorú lekezárni a határt, és már az útbaindulás partjain, tehát Tunéziába, vagy Marokkó, vagy máshonnan a útnak indulnak, ott kell végrehajtani azt a szűrést, amelyik alapján eldönthető, ki az, aki érkezhet Európába, akik pedig bent vannak és nem jogosultak bentartózkodásra, azokat ki kell toloncolni. Ez lenne az olasz elképzelés. Most megtörtént ez a látogatás, ahol a bizottság elnöke tulajdonképpen egyrészt tett egy kijelentést, ez véletlenül, mivel eddig soha nem tette, ez a közeledő parlamenti választásoknak szóló kinyilatkoztatás volt. Nálunk a magyar kormány, személy szerint a miniszterelnök úr is több ízbe fogalmazott ezzel kapcsolatos álláspontot, miszerint nem jó megoldás az, hogy embercsempészek döntik el, hogy kik léphetnek be Európába. Itt ezt most a bizottság elnöknője megismételte. Örülünk, hogy elfogadta ezt az álláspontunkat. Ugyanakkor, amit ehhez hozzátett, az meg nem a megoldás irányába mutat, ahogy egyébként ezt az olasz miniszterelnök is a válaszában megfogalmazta. Tehát ő úgy gondolja, hogy úgy lehetne ezt megoldani, hogy az illegális migrációt, amit most az embercsempészek mozgatnak, legális csatornák nyitásával, az embercsempészek kiszorításával lehetne megoldani, hogy akkor most már legális csatornákon jöhetnek, de ugye ez is fontos, hogy tehát a legális csatornának nem azt érti, hogy van vízuma, van útlevele, van munkavállalási engedélye, előzetes szűrésnek letaláltatva és munkavállalási célból érkezik, hanem továbbra is okmányok nélkül, önmagukat politikai menekültnek hazudva, próbálnának bejutni akkor már legálisan a megnyitott csatornákon keresztül. Ez tehát és azt szét kellene osztani a tagállamok között, hogy mindenütt ugyanaz a tarthatatlan helyzet alakuljon ki, mint némelyik nyugat-európai országban jól látható, vagyis az az ellentét, amelyik az illegális migrációt pártoló és ellenző európai tagállamok között elég markánsan látható ma már, ez hát újólag csak folytatódni látszik. Milyen nyomásról beszélünk jelenleg, és milyen nyomásra számíthatunk a jövőben, hiszen az elmúlt időszakban is láthattuk, hogy Afrikában, csak hogyha Nigert nézzük, illetve azt a régiót, akkor nem egyszerű a helyzet. Ugye az Európába irányuló illegális migrációnak a kibocsátó központjai az két felé láthatók, az egyik Afrikában van, a másik Ázsiában. Ázsiából óriási számban, elsősorban Afganisztánból, Pakisztánból, de Indiából, Burmáról, rengeteg más Törökországból is érkeznek illegális bevándorlók. Tipikusan a balkáni útvonalat, a Magyarországot is érintő balkáni útvonalat veszik igénybe. Embercsempész bűnbandák szervezik az ő utazásaikat. Ezek a bandák egymással szemben is fegyveres erőszakot alkalmazva lépnek föl, váltogatják az útirányokat. Most is látható, hogy van egy áttolódás a horvát határra,
Bosznia-Horvátország határán látunk igen jelentős növekedést, és Szlovénia is már nyilatkozott, hogy jó lenne, hogyha a Horvátország megerősítené a külső határainak az ellenőrzését, tehát ez azt jelenti, hogy van arra egy eltolódás, van egy eltolódás Románia felé, talán a kedves nézők láthatták, épp a napokban számolt be a magyar tájékoztatás arról, hogy román szakaszon a zöld határon is sor került hatásértő elfogásokra, befele irányuló mozgásokra, és nagyon sok esetben járművekbe elrejtőzve találjuk őket, de tipikusan azért továbbra is a szerb szakasz, ami a legnagyobb nyomásnak van kitéve, közel 29 ezer hatásértőt fogtunk el csak mi ebben a balkáni útvonalon, 850 embercsempészt, az idei évről beszélek. A másik csomópont ugye az Afrika, Afrikából az útba induló, indító országok, ugye az Líbia, Tunézia, ezek a Marokkó, ahonnan hajókkal vagy lélekvesztőkkel útnak indulnak, és aztán a soros szervezetek hajói fölveszik ezeket a lélekvesztőket, érdekes módon megtalálják őket a tengeren. Nyilvánvalóan, hogy valami fajta együttműködés kell, hogy legyen az embercsempész csoportok és a soros szervezetek között. Most már az utóbbi napokban 8-10 hajóvár kikötésre Lampedusa szigetén, tehát van egy beáramlás, amelyet aztán segítenek különféle ideológiai megfontolások alapján szervezetek. És amit ön kérdezett, ugye Száhelövezet, hogy ez kettő szempontból nagyon fontos. Egyrészt az ott végbe menő folyamatok miatt az ottani instabilitásnak azonnal kettős hatása lesz. Az egyik, hogy onnan menekülni kezdenek emberek, hiszen háború van, megélhetés nem biztosított, és veszélynek vannak kitéve, tehát az ott élők menekülnek el, ez is már milliós nagyságrend alatt fölött van, ott a térségen belül egyenlőre. De ami másik fontos, hogy ezeknek a száhelövezetbeli országok, hogy ez a Szaharának az alsó részén levő országok, nekik van egy... a délebről a Fekete-Afrika nagy tömegei által tervezett útbaindulásnak egy szűrő szerepét is ellátják, megelőzve, hogy az útbainduló migránsok a Szaharán keresztül elérjék a tengerpartot és ott útbainduljanak Európa felé. Ha itt a háborús helyzet miatt egy instabilitás lép fel, akkor nem csak elmenekülnek az ott élők, hanem ez a szűrő szerep is megszűnhet, és ez sok milliós tömegek útbaindulását okozhatják. A magyar kormány intenzíven figyelemmel kíséri ezt a térséget, és lehetőségei és erőforrásai szerint is mindent megtesz, és meg fog tenni annak érdekében, hogy távol tartsuk, megelőzzük ezt a rendkívül súlyos következményekkel járó, és Európában a klasszikus módszerekkel sehogyan eddig nem kezelhető, és ezután pláne ilyen nagyságrendnél nem kezelhető helyzet kialakulását, amelyik egy valóságos lakosságcseréhez, egy súlyos gazdasági, közegészségügyi, munkahelyi, lakhatási és egyéb, de mindenekelőtt belbiztonsági válsághelyzethez vezetne el Európába. Ezért ennek a megelőzése, a helyben tartás, az útbaindulások megelőzése erőforrások biztosításával is egy fontos európai feladat, amelyben Magyarország eddig is igyekezett erejéhez mérten részt venni. Bakondi György, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Eszter. Ma is kapcsoljuk Dunda Györgyöt Kárpátaljáról. Ukrajnában már 7000-en is több eljárást indítottak a mozgósítás megtagadásáért. Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánok! Jól érzem, hogy ez a szám csak egyre nőni fog? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, vélhetően az elkövetkező időszakban tovább nőhet. Amit most nyilvánosságra hoztak, ebből különösen érdekes a számunkra, hogy a több mint 7300 ilyen esetet cőkönyveztek, és ebből a legtöbbet Kárpátalján, egész pontosan 902 esetben jegyzőkönyveztek olyan esetet, amikor kárpátaljai lakosok tagadták meg a mozgósítást. Ezekből több mint 1800 ügy már bírósági szakaszba is jutott, itt megtörtént a hivatalos meggyanúsítás, a vádemelés, és ebben az összevetésben is Kárpátalja vezet, a kárpátaljai bíróságokon 320 ilyen ügyet tárgyalnak. Hivatalos információk arról nincsenek, hogy amennyiben befejeződik döntéshozattal egy ilyen bírósági eljárás, akkor milyen döntések születnek, de megbízható forrásokból én arról értesültem, hogy már voltak
precedens bírósági döntések, amit nem tárnak a nyilvánosság elé, és 3-5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtották a gyanúsítottat, aki megtagadta a mozgósítást, viszont felfüggesztett börtönbüntetést kaptak minden ilyen esetben. A mozgósításnál maradva ez a témakör továbbra is Kárpátalján, illetve országszerte a leginkább érzékenyebben érinti az érintetteket, és most a parlamenthez benyújtottak egy törvénytervezetet, és érdekes, hogy a törvénytervezetet a jelenlegi államfő és a korábbi államfő pártja, tehát Volodymyr Zelenszky és Petro Poroshenko pártjának a képviselői jegyzik, és egy egységes katonai nyilvántartás létrehozásáról szól ez a törvénytervezet, és pedig egy elektronikus, egy digitális nyilvántartást szeretnének létrehozni, aminek az a lényege, hogy valamennyi állami struktúrából megkaphat a hat kötelesek adatait, ráadásul a törvénytervezetben nem csak a 18 és 60 év közötti kontingenst említik, hanem már 17 éves kortól kikérnék az adatokat, például az egészségügyi minisztériumtól, aki kórházi kezelésre szorul, bármilyen egészségügyi intézményt fölkeres, az adatai nyilván bekerülnek a rendszerbe, és ehhez a Védelmi Minisztérium is hozzá tudna jutni. De az adóhatóság is átadhatja a hat kötelesek adatait, hol dolgozik az illető, milyen keresete van, mennyi adót fizet, illetve a határőrség, a vámhatóság, a belügyi hatóságok, tehát valamennyi állami intézmény adattárát, még csak a Központi Választási Bizottság adatait is fölhasználhatná a Védelmi Minisztérium, amennyiben elfogadják ezt a törvénytervezetet. És ezen belül még egy ilyen elektronikus külön szobákat is létrehoznának a hat kötelesek részére, és arról ugyan nincs szó, de elképzelhető, hogy ezen keresztül nyújtanák át elektronikus módon a katonai behívókat, és amennyiben ezeket ilyen digitális módon kiküldik az érintetteknek, akkor ugye kötelesek adategyeztetés céljából megjelenni, mert hanem akkor eljárás indítható ellenük. Ez a törvénytervezet azért érdekes, mert Oroszországban néhány hónappal ezelőtt egy ilyet már elfogadtak, egységesítették, és elektronikus nyilvántartást vezettek be ott a hat kötelesek, akik ugye behívót kapnak, nem is hagyhatják el az országot. Ukrajnában eleve senki nem hagyhatja el az országot, aki 18 és 60 év közötti. De azért érdekes, mert amikor Oroszországba bevezették, akkor Ukrajnából nagyon sok kritikát kapott ez az eljárás. Személyesen az ukrán államfő nyilatkozta azt, hogy ilyen drasztikus szigorításokhoz Ukrajnában nem kívánnak fordulni, erőszakos mozgósítás eszközeihez nem kívánnak fordulni. Most pedig azt látjuk, hogy egy hasonló mintára nyújtottak be törvénytervezetet az ukrán parlamenthez. Gyuri, mit várnak egyébként ettől az elektronikus nyilvántartástól? Könnyebb lesz most itt a katonáknak, a sorköteles katonáknak a besorozása? Igen, elsősorban ez a cél, mert jelenleg a legnagyobb gondot az okozza, hogy régi papíralapú nyilvántartásai vannak a katonai hadkiegészítő parancsnokságoknak. Ezek sok esetben elavultak, az adott lakcímen már nem élnek, nem tartózkodnak az érintettek, és nagyon nehéz utána járni, kinyomozni, hogy valójában hol lakik, hol dolgozik az érintett hadköteles. Ezért az a gyakorlat, hogy ilyen országos ellenőrző pontok vannak, és ott egyeztetik az adatokat, vagy adategyeztetésre szólítják fel az érintetteket, viszont amennyiben az ukrán védelmi minisztérium, a hat kiegészítők megkapnák az összes állami struktúra nyilvántartását, akkor nyilván sokkal egyszerűbb dolguk lenne, és még a mozgósításnál maradva egy poltavai esetet említenék. A Poltava megye toborzó tisztje a helyi városi tanács közgyűlésén elárult egy, hát elviekben egyébként hadi állapot idején államtitoknak minősülő információt. Úgy fogalmazott a hadkiegészítő főnöke, hogy azok a poltavaiak, akiket egy évvel ezelőtt 2022 őszén besoroztak, 100 emberből jó esetben már csak 20-an maradtak, a többiek vagy elhunytak, vagy megsebesültek, vagy egyéb okok miatt le kellett őket szerelni. Ezért arra kérte a városi képviselőket, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá a mozgósítás
szigorításának a feltételeinek megteremtéséhez. Poltava egyébként is a megye központok közül a legrosszabban teljesít. A vezérkar által alá előírt számoknak, mutatóknak csak a 13%-át sikerült teljesíteni. Viszont az ukrán országos médiában ez a szám, hogy 100-ból csak 20-an maradtak a kötelé, egy-egy alakulat kötelékében, ezzel nagyon sokan elgondolkodtak. Gyuri, mára köszönjük szépen, neked folytatjuk majd. Most pedig jöjjön a híradó és Tomi. Gábor, köszönjük szépen neked is a közreműködést ma, és akkor jöjjön a nap kérdése, ugyanis Kijev pert indított a kereskedelmi világszervezetnél, méghozzá Magyarország, Lengyelország, valamint Szlovákia ellen az ukrán termékek import tilalma miatt. Ön hogy véli, igazat adhat-e majd a kereskedelmi világszervezet Ukrajnának az úgynevezett gabonaperben? Tehát ez a mai nap kérdése, igennel vagy nemmel, szavazzanak a +36 33 444 690 SMS számon ide, tehát SMS-eket várunk. Van egy hírtelevíziós applikáció, ott is lehet szavazni, ahogyan weboldalunkon, a hirtv.hu weboldalon is. Tehát ön szerint igazat adhat-e majd a kereskedelmi világszervezet Ukrajnának az úgynevezett gabonaperben? Igennel vagy nemmel, szavazzanak délutánig, a palaverig eredmény hirdetés majd a palaverben.